Szép jó reggelt kívánunk, kedves hölgyek és urak, ez itt a Szex Akció hírcsoport, a... Tilos. Rádió. Bar. Kostival. És Malkovicsa. Csak hogy így. Megkeverjük be a... Dolgo. Menetét. Ez végig így fog menni, tehát mindig így csináljuk. Nem, most kivételesen igen. Elején elmondjuk, hogy felvételről vagyunk egyébként. Terveztünk egy olyan gonoszságot ellenetek, hogy, hogy az lett volna, hogy mondjuk, hogy telefonáljatok, közben pedig felvételről megy az adás, és közben meg jót röhögünk a távolból, de mi úgyse... De arra külön adást szentelünk majd az ilyen, ilyen tréfára, úgyhogy... Ami úgyse hallanánk, vagy úgyse halljuk, ezért közben itt nézegetem a pultot, hogy nem nyomogatja ki itt a kábel a... Nem nyomogatja ki, jó? Igen, mert ha kéne nyomni azt a piros gombot, ugyanis felvételről vagyunk, de új adással jöttünk, hogy örvendeztessünk benneteket. És a Szexakció hírcsoport akkor vendég is. Így van, aki pedig nem más, mint Szendi Nóra, írónő és személyi edző is. Erről sziasztok! Ez jó bemutatás? Hatályos? Igen, igen. De valamiért egyébként ma reggel a fürdőszobában pont arra gondoltam, hogy, hogy ezt fogod megkérdezni, hogy így milyen titulósokat kell felsorolni a nevem mellett, és hogy az író és edző az így megfelelő-e. És akkor magamban azt mondtam, hogy igen, ez most megfelelő. Igen, rutinos rádiósok ezt azért a műsor előtt kérdezik meg, én ugye szeretek így beleugrani. De ez így sokkal bájosabb, meg egyébként ez így mindig változik, de gondolom ez mindenkinek változik az élete során, mert hogy egy mit tudom én, egy fél évvel ezelőttig még azt mondtam volna, hogy író, szerkesztő, kritikus, talán a kritikus az még áll, bár most így ilyen éppen szünetel ez a dolog, nem tudom, hogy meddig. De hogy a szerkesztőt azt viszont így kivettem a képletből. Akkor helyette lett a személyedző. Igen. Volt egy olyan érzésem, hogy ugyebár bemutattunk azért az elején, de a Tilos hallgatói közösségének viszonylag kevésbé kell bemutatni szerintem téged, mert egyrészt voltál már a rádióban, felolvasni, ha jól tudom. Másrészt pedig van azért átvedés szerintem, aki a regényeidet, ugye a zárványokat, meg a természetes lustaságot olvassa. Az jó esélye Tilos hallgató is, legalábbis. Én nagyon remélem egyébként, mert egyébként szerintem azt, hogy kik az olvasóid, azt annyira nem látod a közösségi média követőiden keresztül se, tehát ez egy annyira légüres tér szerintem, és én mindig reménykedem, hogy valamilyen ilyen underground szférákba ez így leszivárog, vagy nem is le, hanem át, vagy mit tudom én, az, hogy miket csinálok, de hogy ezt szerintem akkor mérhető le, amikor mit tudom én, egy kocsmában a pultos azt mondja, hogy basszus, képzeld el, te vagy a Szendi Nóra, basszus, a zárványok a kedvenc regénye a tesómnak, azt mondja, hogy ez olyan, mint az élete, és akkor mondom neki, hogy hát neki is szép élete lett, és akkor röhögünk, és akkor ez sokszor így jobb érzés, mint egy kritika egy, nem tudom, irodalmi folyóiratban. Mert hogy akkor érzem, hogy na jó, akkor lehet, hogy eljut azokhoz az emberekhez, akikhez egyébként ez szólna. És ugye egyébként a téma, amiről így hívtunk, pont ezzel az érdekességgel kapcsolatos, amit már előbb kifejtettünk, ezzel a kettősséggel, ugye, hogy író és személyi edző. Ezt akartam, hogy valaki nem figyelt az elején, akkor még egyszer mondjuk el, tehát író és személyi edző. Ami egy alapvetően érdekes dolog, meg hát azért ugye egy kis update is veled kapcsolatban, hogy mi van veled, hogy mik a helyzet, meg hogy épp hogy látod a világot. Bevezető kérdésem kicsit ilyen is, tehát hogy egy hülye kérdésnek hangzik rádióban, főleg úgy, de hát ismerjük egymást elég régóta, tehát hogy vagy? Hogy ugye rég találkoztunk, és végre ez egy jó alkalom, hogy tudjunk találkozni, hogy vagy? Jól vagy? Minden rendben? Ezt egy hülye kérdés, de... Röviden jól, kicsit hosszabban, tényleg soha jobban, és még hosszabban is ki tudom fejteni, szóval, hogy ez a személyi edzősködés, amiről nagyon szívesen beszélek erről a váltásról, mert hogy ezt így a saját személyes életemen, igen, ez a saját személyes életemen túl is szerintem egy ilyen fontos téma, vagy hát azt látom, hogy így a generációnkból egy csomó 30 fölötti ember, az így kiég a szakmájában, tehát most nyilván ez a középosztályról beszélek, de hogy főleg valamilyen szellemi területen dolgozó embereknél azt látom, hogy vagy nem is feltétlen kell multiban dolgozni, hanem szerintem a bölcsészeknél is ez az ilyen rettenet alulfizetettség, ez az egész nap így ülsz a gép előtt, és igazából szövegeket hozol létre nagyon szar pénzekért, és hogy ez már évek óta érlelődött bennem, hogy ebből nagyon elegem van. Tulajdonképpen nem is az írásból, tehát ez ugye egy ilyen örök dolog, csak hogy ugye tök jó lenne
abból élni, mint ahogy a, nem tudom, francia meg amerikai filmekben ábrázolják, hogy az írónak van menedzsere, meg hogy így a kiadó megkeresi, meg így van ráhúzva az életművére egy marketing stratégia, és akkor nyilván ez Magyarországon tökre nem így van, mert hogy még az én kiadómban is, ami ugye a Kaligram egy nagy kiadó, hogy az alul fizetett, vagy hát nem tudom, hogy milyen fizetésük van, mindegy, de hogy, tehát, hogy a szerkesztők próbálják csinálni úgy, ahogy a marketinget is, tehát hogy erre nincs egy ilyen kialakult rendszer, és akkor nyilván minden író próbál megélni valami másból, ami meg szintén nem jól fizető, és akkor én ilyen egyetemista koromtól így bedolgoztam magam ebbe a szerkesztői szakmába, de hogy én nem szép irodalmat szerkesztettem, hanem így az elején ilyen Rosalinda regényeknél egy pár fokkal jobb lektűröket, egyébként az tök vicces volt, meg ilyen érdekes írói tapasztalat volt, hogy így milyen eszközöket használnak, mert mindegy, ebben most nem is akarok belemenni, akkor sokat tudok beszélni, ilyen mellékszálakat kibontva. Ez beszélgetés, tehát nyugodtan. Igen. Meg hogy élvezem, és most végre valaki ezt kérdezi, mert ez szerintem is amúgy tök érdekes, hogy egy író a személyi edző is, de hogy még nem volt erről így lehetőségem igazán hosszasan beszélni. Szóval a lényeg az, hogy végülis egy ilyen 12 évet így lehúztam ebben a szakmában, voltam kiadói szerkesztő is, szabadúszó is, és így egyszerűen azt vettem észre, sőt, ez kifejezetten egy jó dolognak tűnt, mert hogy azt láttam, hogy ha most így bent maradok az egyetemen, én 19. századi magyar irodalommal foglalkoztam, hogy ez így tök jó, meg nemes dolog, csak hogy igazából az lesz, hogy írok tanulmányokat, azt elolvassák hárman, akkor így be kell magamat fúrni az akadémiai elitbe, ez a végtelenül hierarchikus, tudományos, akadémikus rendszer, ez nekem nem tetszett, és hogy a könyvszakma az meg jó pofa volt, mert hogy így van egy határidőd, megcsinod a könyvet, leadod, egy hónap múlva megjelenik fesztiválra, vagy mit tudom én. És akkor ez ilyen izgalmas, meg ilyen pörgős volt, meg élveztem, hogy lehet emberekkel kommunikálni, viszont aztán azt figyeltem meg, hogy a szerkesztői honorok azok így nem arányosan emelkedtek az inflációval, és akkor szerintem most ott tartunk, hogy még mindig tudok olyan kiadóról, aki 8000 forint per ívet fizet külső szerkesztőknek, és azért az így, hát így nagyon sok munka, meg nagyon nagy felelősséggel jár, és nincs igazán megbecsülve. Ezt tegyük hozzá, hogy ez nem oldalt jelent, tehát hogyha... Ez 16 oldalt lejelent. Hát akkor az tehát, hogy 500 forint oldalt, hogy jól számolom. Én nem tudok számolni, úgyhogy lehet. 8000 és 16, és igen. Akkor fele, akkor igen. Az annyi. Hát ez nem, az 500 forint oldalanként, igen. Igen, és hogy például az a baj, hogy van egy csomó tök bonyolult könyv, aminek mondjuk alacsony az ív száma, vagy az oldalszáma, de te ugyanannyit dolgozol vele, mint egy, mit tudom én, 200 oldalas könyvvel, vagy olyan, szóval, hogy ez nincs igazán súlyozva, és egyszerűen, hát így teljesen kiégtem ebben a dologban. Mondjuk ez hozzátartozik, hogy a 20-as éveimben ilyen iszonyat perfekcionista, őrült módjára dolgoztam, ilyen 5 napig nem alszom, így széttolom magam mindenfélével közben. Szerencsére ez elmúlt. Ez egy külön szál, erről is egyébként mostanában azt gondolom, hogy erről is érdemes beszélni, amúgy erről a függőség témáról, de most ez lehet, hogy ez lehetne egy másik szál majd, de hogy minden esetre de hogy minden esetre ilyen nagyon önpusztító módon toltam a munkát, meg ez az ilyen, tudjátok, ez a végtelen maximalizmus, hogy ilyen ez a 110%-on kell ilyen csinálni, meg hogy nem ismerős. Hát de ismerem, hallottam már ilyen emberek. Nem személyesen, de hallottam. Nem, hallottam, személyesen hallottam. De nem élted át. Azt nem tudom. Nem, szóval mindig lefeküdtél időben aludni. Se tudja, hogy mit tudom, hogy hallgatja. Volt főnök, hogy mostani aztán... Hát, hogy jegyzetelnek, és igen. Aha, azért nem. Na jó, de hogy egyébként... Most is hol vagy éppen? Most csak ilyen tényleg pár mondatban, hogy amúgy a szerkesztő úgy mit szerkeszt? Tehát mit csinál? Igen, mit csinál? Csak hogy hát, ezt nem tudja elképzelni. Ez egy ilyen elég változatos munka egyébként, mert kezdve attól, hogy mondjuk egy idegen nyelvű könyvnek a fordítását összevetni az eredetivel, akkor a fordítóval konzultálsz. Eleve a kiadói szerkesztő az egy mondjuk komplexebb munka,
mert ott beérkezik a kézirat, akkor vagy a fordítóval konzultálsz, vagy a szerzővel, hogyha magyar szerzőről van szó, ott nyilván, hogyha magyar szerzőről van szó, akkor lehet, hogy belenyúlsz abba is, hogy mit tudom én, basszus, szedjük már ki ezt a fejezetet, ezt túlbeszéled, akkor így mondatokon, vagy stiláris kérdéseken húzakodtok, vagy így, vagy legalábbis ilyen, hát van benne némi diplomácia is szerintem, hogy így, hogy ilyen simogatóan tálald a szerzőnek, hogy amúgy nem tud írni, de persze muszáj megjelentetni a könyvét, és hogy akkor mégis így a kezed közül valami stilárisan elfogadható dolog kerüljön ki, és akkor te tartod a kapcsolatot a tördelővel is, te nézed át, illetve utána a korrektorhoz jut el a szöveg, aki főleg a helyesírását nézi át, és a betördelt szövegnek ilyen sajátosságait, vagy ilyen külalaki sajátosságait, akkor ezt te után nézed, több körben, hogyha bonyolultabb szövegről van szó, és akkor végül te küldöd nyomdába, te csinálod meg az impresszum oldalát, stb. A borító is a te felelősséged, tehát hogy ez egy ilyen elég komplex feladat. Az nem rossz érzés, hogy másnak a könyveit, másnak a műveivel csinálod ezt? Tehát, hogy nem a saját... És sokszor igen, egyébként ez is frusztrált, hogy sokszor azt éreztem, hogy olyan nyelvi kvalitásokkal, ez most nyilván ilyen nagyképűnek is hangozhat, hogy olyan nyelvi kvalitásokkal, amikkel meg vagyok áldva, nem biztos, hogy olyan könyveket kéne szerkesztem, amikor egy blogger megírja, hogy ő mire jött rá a saját farkával kapcsolatban, és hogy akkor azt így hogyan érdemes masszírozni, meg nem tudom. És akkor, tehát, hogy volt egy ilyen könyv, és amikor így az volt, hogy akkor most én rakosgassam be a képeket, és akkor tényleg a csávó a saját száról képeket így beküldött, és hogy így, hogy így néztem, hogy ez most komoly, és akkor igen, szóval volt ilyen is, és nyilván ezek így egyetemistaként tök viccesek, csak amikor már 10 éve ezt csinálod, és így úgy érzed, hogy nincs időd a saját könyvedre, plusz a másik, ami miatt ez az edzős dolog bejött, az az, hogy így én ráadásul állva dolgozok, mert már mindenfélét kínomba kitaláltam, hogy hogyan csökkentsem az ártalmait annak, hogy ugyanebben az előre esett lapockával testhelyzetben ülsz a gép előtt egész nap. Lehet, és kérem, akkor... így is van. Az még rossz. Hát én azt csinálom, hogy ja, igen, különböző, tehát van fotelem, székelem, a kanapé és ágy. Jó, de te otthon tudod. Igen, csak a 4 között szoktam váltogatni, ennyi amit. De én ettől ilyen hiperaktív rohamokat kapok, tehát hogy itt ropog, ott ropog, ja, és sehogy se jó, tehát hogy így, hogy van így az a tőgyös labda, az nem jó? Nem jó, mert ott is egyébként ugye a csípőd az ugyanúgy. Azt próbáltam, de befejeztem, mert ez arra a lábam jó föltenni. Hát de hogy az ugyanúgy, tehát így ülsz, ilyen görbén ülsz, a csípőd az ugyanúgy megsínli a labdát is, tehát az ugyanaz tudja, mint a szék, csak így gondolom ilyen jó. Fancy trendy. Igen, azt így jól el lehetett adni, de egyébként mint az MBT cipőt. Tehát, hogy így sokat nem ér. Szóval, hogy akkor így kitaláltam ezt az állva dolgozást, de hát soha, tehát hogy az, hogy egész nap szerkesztesz egy könyvet, és akkor utána dolgozol a sajátodon, hát addigra így lepusztult az agyad teljesen. Tehát, hogy vagy akkor fölkelsz hajnalban, és pár órát dolgozol, de mire pont kezdenél belelendülni a regényedbe, akkor már kéne csinálni a szerkesztést. És szóval, hogy ez ilyen, nem tudom, ez mindig ilyen, tehát nyilván azért attól még valahogy meg tudtam írni azt a két könyvet, tehát hogy meg tudja ezt oldani az ember, csak valahogy, hát ugye ez egy ilyen fokozódó rosszul létet okozott, és akkor közben én így az egyetem alatt kezdtem el edzeni, mert hogy egyébként meg tipikusan én voltam az az arc, aki így a szivacs mögé rejtőzik tesi órán, meg akit így semmilyen mozgásra nem lehet rávenni soha, meg így szétrolkodja az egészet, és aztán egy egyetem alatt szembesültem, hogy valamit kéne csinálni, mert hogy szétmegy a hátam, meg mindenem, és akkor így próbál. 20 évesen mégis túlzás azért, hogy az ember, hogy... 20 évesen az mégis túlzás, mondom, hogy az ember, hogy azt hát, érezze, hogy azért... Ja. Igen, csak azért furcsa ez nekem, mert általában, amikor az ember elkezd így mozogni, főleg mondjuk egy ilyen irodalmi, egyetemi környezetben, akkor egy kis jogácska, meg nem tudom, tehát, hogy, és akkor azért te meg azért elég kemény. Látva a videóidat, ugye a közösségi hát médiában... Hát ez hosszú út vezetett idáig, szóval... No, de hogy, igen. Először lementem konditerembe, de nyilván azt se tudtam, hogy ott mit kell csinálni, hogy beültem a gépekbe, azt ott tárogattam, meg tehát, hogy így próbálkoztam, és akkor utána meg egy barátnőmmel elmentünk sörözni, meg beszívtunk.
kb. Ez volt az edzés. Tudatos, testes kifejlesztés. Nem, azért akarod egy másodperc lebegtetni még, mert hogy van ilyen egy csomó embernél, mondjuk mi persze főleg a bölcsészeknél, és egyébként tök vicces, hogy most így ezzel a amit a tesi órán csináltál, meg még elején, hogy nem mozgunk, nem mozgunk, akkor ezzel így, hogy nem előhoztad a Bayer Zsolt értelemben, hogy kis jóváló bölcsész prototípusát, vagy nem tudom, ilyen sztereotípiáját. És viszont tudod, amikor így a bölcsészek, jó, és most bocsánat, én is az vagyok, tehát így bölcsészhet a bölcsész. Mindenki bölcsész. Igen, és nekünk szabad bölcsészezni. Tehát így, amikor egy bölcsész így, hogy mondják ezt ilyen, nem az, hogy begúnya, de mondjuk kiég, vagy nem tudom, akkor azt csinálja, hogy így fogja magát, és akkor elmegy a, nem tudom, a Amsterdamba, mit tudom én, répát szüretelni, meg valami angol NGO-val megbeszélni, nem tudom, Man-szigeteken visszarúgtassák a fókákat a tengerben, nem, vagy ilyen, mit tudom én, egy tajföldre, ilyen, nem tudom, szegény gyerekeket simogatni, és nem tudom, mangóolasit főzni, vagy izét csinálni velük, és nem tudom, gyöngyök, nem tudom, mit tudom, ezt a finom izét. Na mindegy, de hogy nem, szóval ilyesmi szokott lenni nekem, mert állandóan ez van, hogy így akkor világot lát az ember, vagy tényleg jótékonykodás, meg ilyen. Nem, de hogy nem kezd el, tehát bocsánat, most tényleg én is bölcsész vagyok, és ezt magamra vállalom. Ezt nem az jön először az eszébe, hogy akkor mozogni fog. Tehát neked az, hogy pont az, hogy hát ültél, és így annyira de... mozogtál, hogy inkább akkor ugye a másik irányba. Nem, tehát, nekem sok minden más is eszembe jutott. Tehát ezt most nyilván így visszatekintve, igen, tehát most visszatekintve ezt lehet egy ilyen egyenes vonalnak ábrázolni, de nem igazából annyi volt, hogy úgy tudtam, hogy kéne mozogni, vagy hogy ez olyan jó, vagy mit tudom, hogy ja, kell edzeni, és aztán így megtaláltam a kettlebellt, vagy ezt így valaki ajánlotta, és akkor fogalmam sem volt, hogy mi ez, de hogy elmentem egy edzés, és utána 8 évig oda jártam, és akkor én jó bölcsész, ez jó, ha kikerülj a kettlebellt. Ez a füles fémgolyó, ugye ezt tegyük hozzá, ha valaki nem azt mondom, hogy átlegem, ismeri a szubkultúrát. Ez jó, hogyha megkerülj, nem mondjam, hogy felemelgesse meg izéget. Yeah. Hát nem, szóval sokan csinálják. Igen, mert hogy nekem volt ez a problémám, hogy mindig én voltam az ilyen a fiús lány, aki, tehát hogy volt is ezzel így elég sok probléma, hogy ez az ilyen ügyetlen mozgás, ilyen botlábúnak éreztem magam mindig, mert a fiúk botlábúak vagy? Nem, hogy jazzbalettozni járna a lány. Hát tudod, az ilyen tenyeres talpas, ilyen mély hangú, ilyen tehát hogy ez a nem ez a finom, kecses, nőies valaki, hanem aki úgy így berongyol, és egy ilyen markánsabb karakter, de hogy így önbizalmam az nem volt semmi, és akkor nyilván ezek az ilyen, tehát próbálkoztam ilyen női tornákkal még így gimiben, amik, hát szóval ezek az ilyen ugri-bugri, de hogy ez mindig az volt, hogy ha mindenki balra lép, akkor én jobbra ugrok, akkor mindenki ilyen színes tornadresszbe, én ilyen kitérdepelt mackónadrágba, tehát hogy ilyen halál volt az egész számomra, tehát onnan mindig kikoptam, meg ilyen stepperobik, meg nem tudom, hogy barátnőim elrángattak ilyenekre, de hogy így borzasztó volt, tehát mindig szarabul éreztem magam, mint előtte szerintem. Tehát így az önbecsülésembe tiportak. És akkor ez a kettlebell meg egy ilyen letisztult, egyszerű, tényleg tudsz tőle erősödni, mobilitásod javul, észreveszed, hogy már meg tudod fogni a lábujjadat, meg mit tudom én, tehát hogy ez egy ilyen... Ez nem csak súlyemelgetés, tehát nem ebben nagyon sok ilyen robbanékonysági dolog ijesztő is az van. Az a füles golyó, tehát szerintem. Hát olyan nagyon nehogy nehéznek tűnik. Nem tudom, abos van több méret? Persze, tehát hogy a 4 kilóstól a 40 akárhány kilósig mindenféle méret van, tehát nyilván így lányok mondjuk kezdik 6 kilóssal, vagy 4 kilóssal, fiúk meg 12-16-tal, és akkor, tehát hogy igazából egy sokkal, tehát hogy a kétkezes súlyzónál, tehát ennél az erőemelő, súlyemelő rudas dolognál, amúgy egy sokkal felhasználó barátabb dolog tulajdonképpen a kettlebell, tehát hogy azt gondolnám, hogy így erőemelni, meg olimpiai súlyemelni, azt így nem kéne mindenkinek, vagy ez nem egy ilyen csinálja mindenki, mert az a jó, de hogy a kettlebell az meg egy ilyen fogyasztóbarátabb dolog. Uh-huh. Tehát, hogy azt szerintem azt... Azért otthon is elfér a kanapé. Uh-huh, igen. Hát nem a kanapén tartanám, mondjuk. Mögöttem, hogy... Ilyen ajtótámasznak is jó egyébként. Levélne. Jó sok leveled van, akkor... Megkerülhetetlen kérdés egyébként most, hogy belevágtunk ki az edzésbe, hogy azért rákérdezni az elmúlt két
két, most már se három, annyi nincs, két, jó, elmúlt két év, amikor ez meghatározta azért a vírus, hogy, hogy azért, és megkerülhetetlen pont emiatt, hogy hogy hatott ez egyrészt rád, meg a szakmáidra, most itt beleértve a szerkesztést, az írást, az edzést, mindent. Hát én, nekem az volt egyébként, hogy még egy kicsit visszakanyarodva, tehát hogy ez már több mint három évvel ezelőtt volt, hogy én elhatároztam, hogy én akkor azt gondoltam, hogy kettlebell edző szeretnék lenni, de akkor amúgy is így eléggé romon volt már az életem, vagy így tényleg így szét voltam esve, meg minden, és akkor már nehéz volt eldönteni, hogy most amúgy tényleg a szakmámból van elegem, vagy úgy ámblokk az egész életemből, ami nyilván egyébként ámblokk az egész életemből, plusz a szakmámból is, és akkor elkezdtem egy ilyen edzősulit, és aztán ezt el is végeztem, utána meg elkezdődött egy ilyen rendrakás az életemben, ahol így kisebb gondom is nagyobb volt annál, mint hogy most szakmát váltsak, meg el is mentettől az önbizalmam, vagy azt éreztem, hogy hát, hogy ehhez még nagyon-nagyon sokat kéne tanulni, hogy erre ez a gyúrós szemlélet OKJ képzés, ez így nem elég, ami mondjuk igaz is, és akkor ezt így pár évre megint félretettem, és akkor szerkesztettem tovább, de közben meg biciklis futárkodtam is, és ez egyébként én ugye a vírus első hullámát azt nagyon élveztem, mert akkor egyébként ténylegesen még nem is volt fertőzés, de mindenki ráparázott, és akkor így végre tiszta volt a levegő Budapest fölött. Üres és így, is. És így, micsoda? Üres is. Igen, üres volt, és annyira jó volt, hogy így tudod, ilyen tiszta volt a levegő az Üllői úton, és ott biciklizni végig így full egyedül, és nagyon sok megrendelés volt, szóval én akkor azt élveztem, meg akkor szingli voltam, és akkor ez az ilyen csak a magad ura vagy, biciklizgetsz egész nap. Plusz mozgás is, ugye? Igen, tehát hogy az egy ilyen jó periódus volt, és akkor amúgy meg szabadúszó szerkesztő voltam, és aztán tehát igazából nekem így nem befolyásolta a szerkesztői munkámat ez az egész, mert hogy azok ugyanúgy voltak. Uh-huh. És aztán meg elmentem még dolgozni életem utolsó, vagyis hát nagyon merem remélni, hogy életem utolsó 8 órás melójába, egy katonai könyvkiadóba, és ott fél évet töltöttem, és az viszont, hát így az volt a vicces, hogy miközben ez egy állami kiadó, meg így mentek ezek az ilyen hőmérőzés a telephelyre való belépéskor, meg ez az ilyen színleg úgy csinálunk, mint hogyha nagyon komolyan vennénk, de hogy olyan, hogy home office, hát az nem, tehát hogy a dolgozóknak bent kell lennünk, és tehát ez sose értettem engem a szerkesztőséget, hogy miért kell bent szerkeszteni, hogy egy olyan munkát csinálod, ami alapvetően, hogyha körülötted pofázik 5 másik ember, az így nem jó annyira. Az vírus nélkül és is inkább home office. Igen, tehát hogy az maximum fölhívod a tördelőt, fölhívod a korrektor, de hogy ehhez nem kell állandóan bent lenni, így harci díszbe öltözve, szóval, hogy ezt sose értettem, és ott próbálkoztam is náluk, hogy nem lehetne-e esetleg, de nem lehetett, és hát ott is, végül is egyébként szerintem ott, vagy azután jött el ez a végső mélypont, hogy azért az se volt egy annyira rózsás fizú, tele volt ilyen propaganda kiadványokkal, meg nem tudom, ilyen teljesen fölösleges, és amikor így a kollégáiddal így röhögsz egész nap azon, hogy ilyen szomszédok hangulatú millióben töltöd a napjaidat, és nincs külön konyha, hanem a WC-ben mosod a paradicsomot, hogy ez így vicces, de hogy azért így nem így szeretnéd leélni az életedet, és akkor még délután írni a könyvedet, és akkor utána még szabadúszóskodtam, de ott ilyen nagyon kemény, egyébként húztam ilyen határokat, hogy akkor bizonyos honor alatt így nem. Uh-huh. És egyébként akkor éreztem azt először, hogy hát, hogy tök jó lenne mondjuk, hogyha lenne egy valamilyen szerkesztői szakszervezet, vagy hogy eleve lennének szakszervezetek, mert hogy ez így nagyon nem oké, hogy azok, akik paráznak azon, hogy nem lesz munkájuk, és elvállalnak mindent, ilyen 8000 forintokért, ők így alacsonyan tartják az árakat ebben a szakmában, és hogy ez ilyen nagyon gyalázatos, de hogy azt hiszem, hogy erről így mindannyian tehetünk, és ez ide tartozik az is. Volt utána még egy mélypontom, amikor hát egy olyan portára, de szerintem ezt lehet is mondani, mert ez egyébként bosszant, tehát hogy a könyves blogra közöltem tárcákat, amikre hát tulajdonképpen azért félig meddig ők kértek föl, de nem fizettek érte egy vasat se, és ezt mondták is, hogy hát, hogy bocsi, nem fizetünk, mert hogy nem mi kértünk föl arra, hogy közöld ezeket az írásokat, ami nem volt egészen igaz,
mert küldeni akartam egy regényrészletet nekik, és akkor mondták, hogy regényrészletet nem közölnek, de mit szólnék, hogyha csinálnánk egy tárca sorozatot. És akkor ezek után én gondoltam, hogy ez tök jó reklám, hogyha ott megjelennek, de hogy a harmadik ingyen megírt szöveg után így nem tudom, így összeomlottam lelkileg, hogy így hogy itt szopódok a szerkesztéssel, és akkor tényleg ők, akik nem hiszem, hogy NK-os pályázati pénzekből nyomorognak, miért ne tudnának kifizetni akár csak egy jelképes összeget, és hogy azt láttam, hogy ezzel nagyon sok ilyen portál még visszaél, akik így a legendás olvasottságukra hivatkoznak, hogy hát az neked reklám, szóval akkor ezt így fogadd el, de hogy ezt ebben tényleg én is hibásnak érzem magam, hogy oké, miért fogadtam ezt a helyzetet, vagy miért van ez, hogy ezt így annyian elfogadjuk, hogy hú, hát azért megjelennek a Literán, hát azért akkor az nagyon nagy dolog, de hát hogy így miért is? És akkor azt hiszem, hogy így de tulajdonképpen a pasim mondta azt, amikor ilyen húzamosabb ideje ilyen seggfej módjára viselkedtem otthon, hogy tulajdonképpen neked mi a bajod, meg hogy miért nem kezdesz el végre edzéseket tartani, hogy mondta, hogy azt látja, hogy amúgy egész nap edzek, és akkor tök jól érzem magam, és amúgy meg üvöltözök a kutyával, amint elkezdek szerkeszteni, hogy ez így annyira nem oké. És akkor leesett, hogy tényleg, hát, hogy így mire várok, szóval, hogy így, hogy meddig lehet ezt még halogatni, és akkor ez így tavaly nyáron volt, és akkor egy ilyen egy hónap alatt így, hát így összerántottam ezeket a dolgokat, meg kértem segítséget egy edzőcsajtól, akihez a mai napig járok, ki az edzőm, és akkor ez egy ilyen... Az edzője, tehát ez ilyen edzőszepsonok. Igen, hát ez olyan, mint a szupervízió végül is. Van azértnek a kung fu mestereknek is van mesterük. Hát igen, mert kívülről nem látod magad úgy, még akkor is, hogyha mondjuk levideózod magad, de... Amúgy a saját könyveidet te szerkesztetted, hogyha már így az edzőjéről? Hát nem, mármint szerintem olyan nincs, de az biztos, hogy a szerkesztőm az mindig azt mondja, hogy ő ilyen nagyon durván előszerkesztett könyveket kap, mert ez a perfekcionizmus, ez itt megjelenik, nagyon durván előszerkesztett könyveket kap, mert ez a perfekcionizmus, ez itt megjelenik, szóval, tehát nyilván vannak dolgok, amiket én nem látok, de általában ilyen stiláris javítások nem nagyon szoktak lenni, hanem inkább ilyen húzások szoktak lenni, de szerintem most az se lesz, mert ez a harmadik könyvem, amit meg mindjárt befejezek, az meg most szerintem így kifejezetten rövid lesz. Mármint mindig úgy ugrottam neki, hogy hát ez most már tényleg nagyon rövid lesz, és akkor ez 300 oldal, de hogy ez most tényleg egy ilyen, szerintem egy ilyen 150-180 oldalas könyv lesz, és egyébként nagyon jót tesz neki, hogy mellette edzek, tehát hogy mellette edzéseket tartok. Ez azt mondod, hogy ha olvassa valaki a szöveg, jó, hát nem feltétlenül úgy jön rá, hogy magától, de hogy olvassa a szöveget valaki, akkor rájön arra, hogy itt mozgott az írónő, vagy nem. Lelkileg, nem tudom, testileg is egészségesebb volt. Nem hiszem. Szokták mondani, hogy kire szokták mondani, Hán János, vagy kire mondják, hogy meg tudja mondani, hogy milyen drogot fogyasztott az író, vagy mit ivott előtte, Adi mielőtt megírta. Igen. Ha valakire mondják, az hát, a János talán, nem tudom, nem esküszöm meg rá. De hogy... nem tudom, kíváncsi lennék, hogy a zárványok kapcsán meg tudnám mondani, mert... Melyik volt az a könyv, amelyiknél rendszertelenül élt, és melyik az, amelyiknél már személyi edzőként írta. De mondjuk egyébként lehet, hogy így tudatosság szempontból talán annyiból van ebben valami, de mondjuk ez nyilván azzal is összefügg, hogy most az első könyvedben így nagyon, tehát ott nagyon megvan ez a mindent el akarok benne mondani, amit most éppen tudok erről a témáról. Ez és is akkor, nem lesz rövidebb, mint 300 oldal. Igen, és akkor így ugyanazt a motivumot, hogy így, hát így írtam a nem tudom melyik drogról, de hogy hú, most rájöttem valamire így, amit az altatóval kapcsolatban azt is beleírom, de amúgy ugyanaz a sztori, csak mondjuk altatóval, de hogy akkor azt ilyen baromira fontosnak éreztem, hogy azért ezt a tapasztalatot is megosztam, és akkor ez meg utólag olyan, hogy hát jó, szóval, hogy így ez egy dolog, hogy mi történt Nórikával, de hogy ez nem biztos, hogy annyira releváns. Jó, nyilván minden át van fikcionalizálva ebben a könyvben is, csak ilyen nagyon túlírt, tehát hogy az egyik kritikusa azt mondta, hogy a Szendi Nóra beleírta az összes létező szót, amit ismer, és hogy ez akkor így meg voltam sértve, de hogy ez sajnos igaz. Szóval amikor egy mondaton belül minden szó, de még a kötőszó is szleng, az egy kicsit már így sok, hogy így tömény. Egyébként ez gyakori, hogy kritikus vagy, nem tudom, hogy egyébként más íróknál gyakori, de hogy kritikus vagy a könyveiddel utólag nagyon. Hát
Egyébként, de nem vagyok ilyen önbántóan kritikus. Tehát, szóval, nyilván nem úgy érte, hogy megbántod, vagy azt mondod, hogy Jézusom, de újraírnám, vagy nem tudom, csak hogy azért észreveszed benne. Most már igen. Tehát nyilván az azért el kell, hogy valamennyi idő teljen. Tehát ugye azt éreztem, hogy azért a második könyvem az egy tényleg sokkal jobban összerakott valami, de most utólag azt látom, hogy ott is van egy csomó minden, amit ki kéne venni. És most szerintem ilyen tekintetben máshogy is csinálom ezt a mostanit, tehát hogy valahogy nem az van, hogy akkor, hogy van egy narratíva, és akkor azt így ki kell tölteni sztorikkal, hogy az így legyen egy ív, hanem inkább vannak a sztorik, vagy vannak ilyen metszetek, és akkor nincs bennem az, hogy de hogy a kettő közt van egy üres hely, hogy akkor hát ide még be kéne valamit rakni, hanem inkább abból indulok ki, hogy mi az, ami van, vagy mi az, ami tényleg fontos. Tehát, hogy például, hogy csak hogy ilyen ne ennyire elvontam fogalmazzak, hogy a természetes lustaságban így elég részletesen volt ábrázolva egy párkapcsolat, így annak a különböző stációi, meg ilyen jellegzetes pillanatképek a kapcsolatból, és akkor mondjuk itt meg van olyan, hogy egy kapcsolat az mondjuk így három képből össze van rakva, első randi, akkor csaj bántalmazza a csávót, meg átjön a pasinak a testvére, és abból is van egy ilyen szitu, meg egy szakítás, tehát mondjuk ennyi, és akkor hogy az, hogy köztem mi történik, az így nagyjából úgy is kiderül, a többiből nem kell még egy plusz jelenet arra, hogy és egyébként hogy vacsoráznak, és egyébként hogy mennek el kirándulni, és egyébként mit tudom én. Tehát, hogy... sarokpontokból össze lehet. Igen. Tehát, hogy egyre inkább azt érzem, hogy a kevesebb több. Amúgy ez is kapcsolódik ez az edzés dologhoz, mert hogy így elindultam egy ilyen erőedzés irányba, meg elkezdtem ezt az erőemelést csinálni, ez is most egy ilyen fontos motívum, de most nem akarom eltéríteni saját magam, csak hogy azt látom, hogy így nem az a lényeg, hogy mit tudom én, legyen 15 féle gyakorlat, amit egy edzés során megcsinálsz, és így halálra fárasztod magad, hanem mondjuk van 3 gyakorlat, de az így annyira teljes testet igénybevevő, meg annyira komplex, hogy igazából azokat csiszolgatod, és hogy így nem kell így szétesni a sokféle lehetőség között, és hogy egyre inkább azt érzem, hogy az írásnál is ez van, hogy így nem kell mindent megmutatni, vagy egy csomó, tehát egy csomó már megírt részt is, most egyébként kiszedtem ebből a regényből, például volt egy ilyen dolog, vagy hát mindig van egy ilyen vesszőparipám, és akkor azt kicsit ilyen mániákusan tolom. Most például ez volt a mutassuk meg a bántalmazók szemszögét is, mert hogy mostanában így mindig a bántalmazottak narratívái érvényesülnek, de hogyha megpendíted, hogy így nézzük már meg, hogy így a bántalmazónak esetleg nincsen neki is valami baja, és hogy azért csinálja ezt, akkor meg áldozathibáztató vagy, és akkor egy időben így most ez volt az ilyen nagy témám, meg a vesszőparipám, és akkor gondoltam, hogy a bántalmazó csaj szemszögéből is megírom mondjuk ugyanazt az epizódot, és aztán meg így azt éreztem, hogy ha a regény egészét nézem, vagy a szerkezetét nézem, akkor így túlsúlyba kerül a csaj. És akkor rájöttem, hogy most így a szerkezet, vagy ennek az egésznek a ritmusa az fontosabb, mint az, hogy az olvasó szájába rágjam, hogy igen, és egyébként az ő szemszögéből ez ilyen, mert hogy ez talán kiderül egyéb pontokon is, hogy ezt, hogy, vagy illetve az is, hogy sok mindenről szól ez a regény, de hogy nem akarom abba az irányba elvinni, hogy akkor ez most erről szól, ez a bántalmazásról szól, és hogy igen, értsétek, kedves olvasók, hogy ez a szemszög is létezik. Tehát, hogy így próbálom ezeket lecsiszolni, azt hiszem, most már. Belebántalmazni az olvasó fejében, hogy pontosan mi a helyzet. Említetted itt ugye az edzés kapcsán, hogy milyen gyakorlatokat teszel bele. Milyen hosszú neked egy edzésed? Mondjuk amikor magad... Amit én csinálok. Amit magad csinálsz, igen. Hát most az egyébként hosszú, tehát mondjuk lehet, hogy ilyen 2 óra, de ez mondjuk úgy néz ki az erőemelés, hogy 3 fogás nem van, felhúzás, fekvenyomás és guggolás, meg egy-egy kiegészítő gyakorlat, és akkor ennek a 3 gyakorlatnak azért vannak különböző variációi, és akkor az van, hogy miután ez ugye nehéz súllyal csinálod, vagy egyre mész föl a súllyal, mondjuk egy ilyen 100 kiló fölötti felhúzás után így pihensz, beszélgetsz az edződdel, kielemzitek, hogy akkor fú, hát fölugrott a csípőd, akkor próbáld meg kicsit szűkebben tartani a lábad, vagy mit tudom én, most csak mondtam valamit, és akkor így, szóval nekem ez egy ilyen szellemi kaland is, meg egy ilyen
testtudatosság, vagy én azt hiszem, hogy nekem ezek a meditáció, meg jóga, meg ezek a dolgok ilyen tök jók, de hogy nekem annyira nem működik, de hogy én mint hogyha ebben tudnám egy kicsit átélni ezt a hogyan figyeljek a légzésemre, hogyan koncentráljak az egész testemre dolgot, és akkor ezt így mindig nagyon várom, hogy akkor beszélgetünk az edzőmmel, megcsinálok egy sorozatot, kielemezzük, ötletelünk rajta, tehát hogy így ez kívülről lehet, hogy valakinek unalmasnak tűnik, most 3 gyakorlatot csinálsz éveken keresztül, de hogy belülről meg ilyen nagyon izgalmas, és mindig ilyen még tovább csiszolgatása a dolognak. És ez minden nap van? Vagy? Hát ezt most heti 3-szor csinálom, de úgy, hogy heti 2-szer ezzel a lányjal, és akkor egyszer meg én egyedül, és az pont ma volt, és akkor utána még tartok egy edzést. És amikor te tartod az edzést, az milyen hosszú? Tehát az is ilyen 2 Hát az mondjuk másfél óra úgy, hogy a bemelegítés az mondjuk kb. 20 perc, a nyújtás meg mondjuk negyed óra, és akkor így köztem mondjuk az edzés az egy ilyen órás. Megint a matek. Igen. És egy óra, igen. És egyébként akit edzel, őt is ezekkel az eszközökkel edzetett kettlebell, meg ez a súlyemelős emelés. Minek mondják ezt a rúd? Erőemelés. Erőemelés. Rúd. Tehát ő ugyanezt adott tovább, amit hát te is tanulsz? Most az van, hogy mivel ebben még nem vagyok annyira pró, ezért még nem vállalnám a felelősséget azért, hogy erőemelést tanítsak embereknek, de így hosszabb távon az lenne a cél, hogy mondjuk hát, hogy igen, hogy lenne egy ilyen része is az edzésnek, meg mit tudom, utána kiegészítő gyakorlatok, tehát, hogy alapvetően abszolút ebbe az erősítős irányba szeretnék elmenni, hogy egyre kevésbé hiszek, vagy biztos, hogy aki szeret ilyen női ugribugrikat csinálni, az is tök jó, meg biztos az is, meg nyilván mindenki mozogjon azt, amit élvez, csak így azt látom, hogy hogy így végül is az erő az, amire minden más épül. Tehát, hogy az erővel lehet a leghatékonyabban csökkenteni így annak a világnak az ártalmait, amiben élünk. Szóval ez a sok ülés, sok laptopozás, sok mobilozás, tehát, hogy ez az ilyen nagyon beszűkült, mozgástartományú életmód, ennek így tehát nyilván ez az erősítés, ami ugye nem keverendő össze ezzel az ilyen gépes gyúrással, ahol ilyen full kötött pályás mozgásokat végzel, tehát, hogy igazából az nem annyira használható erő, még itt viszont abszolút javul a csípőd mobilitása, tényleg erős lesz a hátad, és akkor mellé meg egyébként most az ilyen nagy szerelmem az a húzóckodás, amit még így heti 2-szer csinálok. Még nem telt el sok az évből, de te vagy a 3. ember, aki most nekem húzózkodik, nem nekem, hanem úgy állt a húzózkodásra jön, akit a 3. Mekkora állati jó dolog. Tehát, ez az ajtó felé vásárolható, igen. Valahogy, azt hiszem, igen, olyan is, de hogy valaki meg eljár edzésre, és más is csinál, de hogy ott rájött arra, hogy ott valami lehet húzózkodni, és akkor húzózkodni. Tehát, de nem megunyolódom, tehát valószínűleg akkor csak azt mondtam, hogy valahogy így... Visszavágyunk a fára, szerintem. Ez is egy emberi alapmozgás. Valószínűleg igen, csak olyan érdekes, ez most te vagy a 3. felegidér, aki ezt a húzóz, csak most a pár hetekben a húzózkodásra jön, vagy igen, tehát lógás, húzózkodás, és akkor mondom olyan, aki tényleg úgy tudnak beszélni róla emberek, hogy már nagyon gondolkodom, hogy kipróbálom, mert tényleg lehet benne valami, hogyha így ennyire rápörögnek, bocsánat. Hát abszolút, meg hogy szerintem hát minden tök jó, ami a válladat kiszedi abból a tartományból, amiben így többnyire van, igen. Azt mondod, hogy neked ez milyen jól kiegészíti egyébként a testi és a szellemi fejlődés, épülés az együtt jár, de hogy például a magyar íróközösségben mennyire tipikus, amennyire ezt látod, vagy az ilyen szellemi, tehát irodalommal foglalkozó közösségben mennyire tipikus, hogy komolyan veszik és csinálják az edzést, vagy akárki bármit mozogjon. Közhelyesen nem tűnik annak, hogy, de aztán lehet, hogy ez egy nem téves tudom, közhely. Mert egyébként azért ismerek olyanokat, akik én ugye azt látom, hogy így az irodalmi közegben van pár olyan ember, aki talán ilyen hasonló utat járt be, mint én, tehát, hogy az a menő, hogy találkoztok, és akkor irodalmi est, és akkor jó, azt nem mondom, hogy mindenki bebalik, de hogy ez egy ilyen, ha nem is feltétlen menő, de hogy tulajdonképpen egy ilyen elfogadott, meg egy ilyen kultivált dolog, vagy hogy ennek így ez a módja, hogy ezt kell csinálni, amikor írók összegyűlnek.
És akkor ismerek olyanokat, akik aztán valahogy ebből kijöttek, és úgy így olyat is ismerek, aki tök keményen judózik, meg egyébként vannak olyan irodalmi életből ismerős emberek, akik így hozzám fordultak, ilyen, mint edzőhöz, mert hogy jobban meg tudnak bízni bennem, mert hogy nem egy ilyen tipikus edző, akivel jaj, hát akkor most vele miről beszélgessek, hanem hogy akkor így az irodalmi életről beszélgetünk többek közt, meg a szerkesztői munka gyötrelmeiről, meg ilyesmi. Tehát ez a kígyóváló irodalom már ez egy ilyen abszolút téves képzet, nem? Hát nem vagy, tudom. Vagy mi az ilyen retrográd elképzelés? Nem tudom, tehát hogy így, de nem tudom, mert hogy mindig így oszcillálok az ilyen közösségek között, és akkor mindig így hol közelebb kerülök, hol eltávolodok az irodalmi közösségtől, kicsit mindig ilyen outsidernek is érzem egyébként magam, tehát hogy azért sok, tehát hogy én azt nem szeretem, vagy nem tartom jónak, és ez azért sok mindenkire jellemző, hogy csak íróbarátai vannak, csak ebben a közegben mozog, és talán azt is gondolja, hogy hát, hogy mit tudom én, egy fodrásztal el se lehet beszélgetni, vagy szóval, hogy most ezt lehet, hogy kicsit lesarkítom, de hogy szerintem ez a bezártság azért ez így van. És ezt sokszor érzem az írók szövegein is, és ez így bosszant is. Most egyébként ez is ilyen átalakulóban van nálam, hogy ugye kritikus is voltam, és akkor nagyon sokat olvastam fiatal szerzők szövegeit, és akkor most meg edzőskönyveket olvasok, meg mit tudom én, ilyen kapitalizmus kritikus könyveket olvasok, meg kortárs világirodalmat, szóval egy kicsit így kijöttem ebből a feszülésből, hogy hát így kortárs író vagyok, meg kritikus vagyok, és akkor ilyen folyamatosan up-to-date-nek kéne lenni, és akkor úgy látom, hogy mindenki más műveltebb nálam, de egyébként lehet, hogy csak az van, hogy olvasták a fülszöveget, és akkor mindenki előadja, hogy ja, igen, hát, és akkor meg néha ilyen önvallomások, hogy hát pont a te könyvedet azt nem olvastam, de hogy már így fölraktam a listámra, és persze nyilván mindenki ezt mondja, tehát, hogy így sose lehet tudni, hogy valójában így mennyi az arcoskodás, de nem akarom bántani ezt a közeget, mert vannak tényleg baromi művelt emberek, akik tényleg el sem tudom képzelni egyébként, hogy mikor van idejük ennyit olvasni, de hogy azt hiszem, hogy így elfogadtam, hogy hát lehet, hogy én nem az az arc vagyok, hogy lehet jó írónak lenni úgy is, hogy nem ismered az egész irodalmi szcénát, nem is próbálsz úgy tenni, mint hogyha ismernéd, egy kis szeretét ismered ennek a dolognak, de hogy meg van egy autonóm stílusod, és akkor így azt csinálod. De hogy ezt így azt hiszem, hogy lehet vállalni, tehát hogy mondjuk, ha megkérnek arra, hogy írjak egy kritikát, én az új Krasznahorkairól, akkor azt mondom, hogy bocs, nem, mert hogy nem ismerem az egész életművét, egy 15 000 forintos kritikáért most nem is fogom végigolvasni, és hogy nem én vagyok erre az alkalmas ember, és ezt nem is kell magamat így eladni, és ez mondjuk most nekem felszabadító, hogy rájöttem, hogy vannak ilyen dolgok, amiket így nem kell úgy csinálni, hanem hogy lehet máshogy is. Hát meg írónak azért nem csak az irodalmon belül lehet lenni, tehát én számtalan olyan érdeklődésemből kifolyólag olyan embert ismerek, aki nagyon jó könyveket írt le, akár történetek vannak benne, tehát nem szakkönyv, hanem leírt történetek cselekménnyel, és egyébként nem az a foglalkozása, hogy író, hanem mondjuk pilóta volt, ja. És akkor leírja a dolgait. Tehát, hogy ezen kívül is az, hogy valaki tud írni, az szerintem nem feltétlenül függ fel össze azzal, hogy vagy nem kötelezi arra, hogy egy írói közösségben mozogjon. Hát igen, csak nyilván ugye az, hogy így persze ilyen szempontból ti is ilyen rendhagyó magyar szakosok vagytok, hogy így elindulsz onnan, és akkor tanulsz irodalomtudományt, meg irodalomelméletet, meg jársz ilyen órákra, és akkor el... Itt jártunk, azért volt olyan, hogy bejártunk. Járogattunk órácskákra. Ne legyél ennyire kritikus. De hogy így ez a tipikus... írói út, hogy és akkor elkezdesz publikálni folyóiratokban, és hogy hát, hogy így ahhoz, hogy bekerülj az irodalmi életbe, hát ajánlott is folyóiratokba publikálni, tehát én is egyébként mindig ezt tanácsoltam ilyen kezdő íróknak, hogy hát küldjél szövegeket folyóiratokba, hát igen, majd vissza fogják pár helyről dobni, de hogy ennek ez az útja, és akkor ezt így végig kell járni, és aztán találsz magadnak egy kiadót, és akkor bekerülsz, és akkor a regényből részleteket küldözgetsz, és egy picit az igazság, hogy így ebből is elegem lett, hogy szóval, hogy ami nyilván megint az, hogy én
hogyan tudom elviselni a dolgokat, szóval hogy azért baromira narcisztikus vagyok, és akkor ez ilyen, ez így, talán most már kezdek ezzel vagy lejönni erről a dologról, hogy folyamatosan ez az ilyen FOMO élmény, hogy így megint őt hívták interjúra, jó, most ezt most pont nem mondom, mert most engem, de hogy... Most mondja más. Meg hogy megint ő kapta azt a díjat, meg megint a nem azt tudom, nem meg tunkat, biztos az... Valamit kerítünk. tehát, hogy mindig, és egyébként azt tapasztaltam, hogy ebből ilyen sosem elég, tehát hogyha elnyerek egy díjat, akkor 3 napig ilyen önünneplésben, meg ilyen mámorba vagyok, de akkor így azt hiszem, hogy így ez a, tudjátok, ez a kilépek az utcára, és akkor mindenki, jó, ott jön Sandy Nóra, meg hú, és akkor hogy majd csinál velem interjút a 24.hu, meg a nem tudom, és akkor mindig ez volt, hogy ilyen végtelenül meg voltam sértve, hogy amúgy nem változott meg a világ, senki lesz szarja, pálam gratulálom, autogramot, könyveddel odajöve, ugye, hogy pont itt van nálam. Ja, szóval, hogy ez általában minden ilyen díj, vagy ilyesmi után ilyen óriási zuhanásokat éltem át, hogy hát nem változott semmi, de bezzeg az XY, amikor díjat kapott, akkor hány interjú készült vele, szóval, hogy ez egy ilyen ördögi kör, amiben így folyamatosan benne forogtam, és egy picit ebből is így megváltott szerintem ez az edzői dolog, hogy igazából most íróként mit tudsz a közösségi médiába kirakni heti kétszer, hogy így kommentálom, hogy épp hol tartok a regényemben, vagy hogy így hogy fejlődött egy karakter, szóval ez egy ilyen láthatatlan, csöndes tevékenység, de mégis így abba voltam én is, hogy hát, hogy ezt így kell nyomatni, mert hogy különben elveszek a rengetegben, és akkor ez most egy ilyen tehermentesülés, hogy igazából így annyi a dolgom, hogy csináljam a könyvemet, és amúgy meg így élvezzem a dolgokat, és akkor így megteszem, ami tőlem telik, vagy majd nyilván akarok egy ilyen rendesebb promót csinálni most a 3. kötetemnek, ilyen kicsit talán irodalmon kívüli eszközökkel, de hogy ne legyen ez a szétfeszülés, mert hogy akkor meg semmi értelme nincs az egésznek, vagy elveszi az élvezetét. Ez az edzői lét, vagy hát ez az edzői út, amit most tulajdonképpen mész, meg haladsz előre, az elmondások alapján most ilyen nagyon kézenfekvőnek, és ilyen nagyon, hogy mondjam, nagyon kicsempézetnek tűnik, de ez nem gondolom, nem volt ennyire egyszerű, mint ahogy amilyen jól hangzik most, hogy itt mik voltak a leginkább a nehézségek, amikkel szembesültél közben? Hát most ugye ez egy fél éves sztori, tehát végülis tavaly szeptemberben volt az első tanítványom, szóval azért még igazából így kezdőnek mondható vagyok ebben, azt hiszem, vagy legalábbis folyton új és új dolgokra jövök rá, nyilván ez később is így lesz, csak hát, hogy ilyen ijesztő, hogy mennyi információ van ezzel kapcsolatban, hogy azért így anatómiai ismereteid is kell, hogy legyenek, meg egy csomó másfajta ismereted, amik egyébként abszolút érdekelnek is ezek a dolgok, és hát szerintem így az volt először ijesztő, ez a vállalkozói lét, szóval, hogy hiába voltam szerkesztőként is elvileg vállalkozó, de azt hiszem ezt inkább úgy hívják, hogy önfoglalkoztató. Szóval, hogy amikor így igazából ugyanúgy a rabja vagy a munkádnak, meg ugyanúgy nem is 8, hanem mit tudom én, 10 órát dolgozol, csak otthonról, és akkor ez most egy ilyen teljesen másfajta, tehát egy ilyen, hogy most tényleg meg kellett tanulnom az időbeosztást, hogy így ne ússzak el, vagy hogy ez az egész közösségi média jelenlét is, így a pasim mondta, hogy akkor tessék felrakni edzős videót, és akkor nem tudom, 11-ére forgattuk le ugyanazt az egy googolást, hogy nem, mert ott még pont nem volt úgy jó, meg hogy így ez volt gáz, meg az volt gáz, és mondta, hogy nem, tessék most már felrakni ezt a videót, és akkor persze, hogy így oké, így rettegtem a megszégyenüléstől, hogy akkor úristen, és akkor más edzők látni fogják, hogy mekkora szégyen, hogy akkor most ez mit gondol magáról ez a csaj, hogy így fölmer egy ilyet rakni. Szóval egyébként ezt meglépni az elején nagyon nehéz volt, vagy hogy nehogy valami hülyeséget írjak le, vagy hogy ez az embereket megkeresni a portékáddal, ez a direct message dolog is ilyen nagyon ijesztő volt.
és meg ilyen fú, tehát hogy attól tartottam, hogy ez ilyen MLM-es dolog, hogy így szia, láttam a profilodat, annyira pozitív lánynak tűnsz, arra gondoltam, annyira hogy... Annyira ráfélek is mozgás. Ja, azon gondolkozom, viszont, hogy... Amit viszont mondtál, egy pár dolgot ezzel kapcsolatban, lehet, hogy tévedek, és akkor nyugodtan avíts ki, mert nem vagyok se személyedző, se író, de hogy egy csomó minden nekem párhuzamos, tehát, hogy... Abszolút. Mert hogy mondtad, hogy jaj, olyan fura volt, hogy más edzők láthatják, és hogy jaj, tetszik, hogy mit szólnak hozzá, de hát végül is először, amikor elküldöd az írásodat, akkor is az, hogy Jézusom, akik nálam sokkal jobban tudnak esetleg írni, vagy sokkal régebb óta írnak, azok látják, és mit szólhatnak hozzá, meg a másik az, hogy ugye magadat kell menedzselned, tehát, hogy az sem úgy van, hogy valaki bekopog, hogy elnézést, maga nem írt valamit, mert úgy megjelentetni. Így azért ez sincs, hogy nem tudom, hogy jönnék, mert te olyan, nem tudom, olyan sportos vagy, és jönnénk, hogy nem akarsz edzeni, tehát hogy el kell adnod magad ebbe. Hát mégis egyébként mindenben, szóval most már tényleg ez van, hogy így a közösségi médiában próbáljuk eladni magunkat, mint brandet vagy portéket. Csak nem tudom, azt hiszem, hogy az írás volt mindig is az egyetlen olyan dolog, amiben így, persze nyilván ott is vannak ilyen hullámvölgyek, de hogy az, hogy igazából rájöttem, hogy nem is tudok írni, az szerintem már egy jó ideje nincsen. Meg annyira készre szoktam csiszolni a szövegeket, amiket már kiadok a kezem közül, hogy ott így nincs ez a lemeztelenedés érzés most már szerintem. És akkor itt még van az edzésnél, azt mondod? Vagy ott hát még volt nemrég, tehát ugye ez egy eleinte... Most már a közösségi médiával kapcsolatban nincs, meg tökre élvezem ezt a posztírást, hogy ez egy ilyen jó gyakorlat egyébként nekem, főleg egy Insta poszt, hogy bele kell férnie 2200 karakterbe, és akkor mondj el úgy nem tényleg értelmes dolgokat, ami nem csak annyi, hogy emelgesd a lábad, hanem hogy legyen benne valami gondolat is, de ezt fogalmazd meg úgy, hogy azért elolvassák, és ne az 500. booty burning poszt legyen, meg hogy egy kicsit próbálom ott is ezt az ilyen, közben amúgy író is vagyok, meg hogy mik a párhuzamok ebben a két dolog. Tehát hogy egyébként nagyon meglepő, hogy a pasim, vagy hát a vőlegényem, ő meg opera énekes, és akkor, amikor ő is mindig jár tanárhoz, és légzéstől elkezdve egészen nüansznyi finomságokról számol be, amikről így nem is gondol az ember, hogy így tényleg ebben is mennyi meló van, meg hogy ez milyen kemény sporttevékenység egyébként ezeket a hangokat kiadni, és akkor egy csomószor ilyen párhuzamokat érzek, akár ahogy így az ember teljesítménye, mit tudom én, két hétig kurva jól megy a googolás, és akkor egyszer csak jön egy ilyen zuhanás, és nem érted, hogy most mi van, és hogy nem tudod megcsinálni, és hogy valahogy ott is így ugyanez van, de nyilván az összes ilyen művészeti tevékenységnél van ez a teljesítménynek a hullámzása, tehát egy csomó minden a légzéstechnika, tehát egy csomó mindenre így rácsodálkozok, hogy ezek azért nem annyira egymástól távoli területek, és hogy így valahogy így jól át lehet vinni analógiákat egyikből a másikba, ami nekem segít egy csomót az írásban is. Tehát egy kicsit azt hiszem, hogy az is van, hogy ilyen pragmatikusabban fogom föl mostanában az írást, tehát most így az a heti rendem, hogy hétfőn és csütörtökön csak írok, tehát akkor így nem válaszolok edzéssel kapcsolatos levelekre, meg nem írok edzésterület, meg semmi ilyesmi, csak húzóckodom otthon. Hát az nem lehet kihagyni. Az kell, igen. És nem olvasok edzőskönyvet, tehát semmi ilyesmi, akkor csak írás, és akkor erre így be vagyok állítva, és akkor kedd, szerda, péntek, az pedig edzős, meg vállalkozás, fejlesztős nap. És ez ilyen tök jól kialakult, mert hogy így be van állva valahogy az agyam meg az idegrendszerem arra, hogy akkor viszont így tövig nyomni a gázt az írásban, és ez így működik. Tehát, hogy így, mert egy 3 éve írom ezt a könyvet, és többször az volt, hogy ez basszus, ezt ebben annyi őrület, meg ilyen mentális rendellenesség van, hogy én ezt már nem bírom csinálni, vagy hogy ettől megőrülök, és akkor most meg ilyen nagyon flottul megy, tehát szerintem egy pár héten belül be fogom fejezni, mert hogy kialakult egy ilyen rendszer az életemben, amire így tudok kalkulálni. És amikor ezek a hullámzások vannak, amit mondasz, hogy tehát hol jobban megy, hol kevésbé, amikor kevésbé megy, mi az, ami tovább visz? Mire gondolsz? Mi motivál? Mármint az edzésben? Mind a kettő, hát hogy most beszéltük pont, hogy átjárhatóság van. Tehát igen, de egyébként az írásban most az a vicc, hogy most nem igazán érzek ilyen hullámzásokat. Tehát nyilván van olyan, amikor így jobban megy, meg rosszabbul,
De ott meg szerintem inkább az, hogy mondjuk délutánra így érzem, hogy mondjuk elkezdek ilyen szurkálódóan kritikussá válni a szöveggel kapcsolatban, amit dolgozok, hogy hát ez nem is olyan jó, meg így hát ez így elég gáz, és akkor ezt már így tudom, hogy jó, hát akkor viszont ezt hagyjuk, akkor ma már ne írjunk, és akkor lehet, hogy ez 4 órakor következik el, lehet, hogy később, de hogy azért így van egy ilyen felívelése, meg lefutása, de hogy azt most már így érzem, tehát régen ebből voltak ilyen önkínzások, hogy nem baj, azért még kell csinálni este 10-ig még 500 kávéval, szóval, hogy most meg ez nincs, hanem hogy így tudomásul veszem, hogy így lepörgött, de hogy... És mész húzózkodni. Igen. Akkor ezek ilyen kölcsönösen hatnak egymásra? Tehát mondjuk, amikor mondjuk kicsit ezért van az írásban, akkor jól jön, hogy van a mozgás, és amikor a mozgásban van egy kicsit ilyen megrecsen, és akkor jól jön, hogy van az írás? Vagy ez nem így működik? Hát... Nem akarom a szádba adni, tehát igazából nem, inkább azt mondtam, az működik jól, hogy így a mozgástól így fizikailag jól érzem magam, és hogyha fizikailag jól érzem magam, és nem vonja el a figyelmemet, hogy a testem valamit így jelez, hogy ne így legyél, meg ne úgy legyél, akkor nyilván jobban tudok szellemi munkát is végezni. Vagy egyébként ezt az állva dolgozást is azért találtam ki, mert én, hogyha így ülvek, hogy sokat kell ülni, most azon túl, hogy a csípőmnek nem jó, vagy a hátamnak, vagy mint ami bármelyik másik embernek is szokott probléma lenni, azon túl így elalszom, vagy így tökre nem tudok koncentrálni, hogyha nem vagyok egy kicsit mozgásban. Még visszatérve Konszti előző kérdésére, ugye itt szó volt arról, hogy mennyire van az edzőtársaid között akár író, vagy mennyire mozognak az írók, hogy ilyen nem tudom, ilyen egyszerűen is primitíven feltje meg kérdés, de azon gondolkozom, azért mégiscsak 3 egykori magyar szakos bölcsész, azért itt egy közülünk, és akkor itt rád mutatok, Nóri, hogy te azért kicsit többet is foglalkozz az irodalommal jobban, tehát azon gondolkoztam, hogy írók közül tudunk-e olyanokat, akik mozgásban, sportban valamennyire kiemelkedik. Ez a magyar tanár. Ez. És akkor mi van? Ez én beugratás mert én elmondom, kikre gondoltam, de mert meg arra is, tehát tulajdonképpen az, hogy az ember így a sportba találja meg, tehát ilyen öncélon sport, mozgás, a többi, azért ez mégiscsak inkább a 20. századi talán. Tehát mondjuk így, gondolom nem jókai, meg hát mondjuk ránézés, és amíg szátnál kell keresni, mondjuk, meg talán nem jókainál. Tehát mondjuk így, gondolom nem jókai, meg hát mondjuk ránézés, és amíg szátnál kell keresni, mondjuk, meg talán nem jókainál. Vagy mondtad, hogy a 19. századot, tehát ott nem tudom, hogy onnan tudunk egyébként példát mondani, de talán az kevésbé, vagy ott nem tudom, kirándulások hát esetleg, még most vagy ilyen. Berzsenyi, de... aki nekem a nagy kedvencem, de ő végül is gazda volt. Mondjuk szóval az igaz, igen, ő mondjuk írt, ilyen... de hogy így 10 évig írt egy verses kötetet. Igen, igen, mert az nem is tudom, hogy jó kérdés, hogy ő ilyen gazda volt. Tehát ő annak munkás, is tartotta írt, magát. Vagy pedig, igen, szerintem inkább olyan volt, hogy aki ír, miközben. Mármint, hogy ő közben, de szerintem így tisztában volt a saját szerepével, vagy megvolt ez a Vátes szerep, meg voltak ezek a vergődések meg, a két szerep a maga között, ideje, de hogy közben ez, ahogy így leszokták őt festeni, hogy és akkor szegény, és akkor nem tudott irodalomról beszélgetni a tanulatlan feleségével, hogy nem, hogy ő azért ott így tök jól el volt, tehát voltak ilyen elvárásai a feleségével kapcsolatban, hogy olvasson franciául, meg mit tudom én, hanem hogy volt egy ilyen jól berendezett élete, meg 2 gyereke, és akkor egyébként meg volt egy ilyen másik élete, amikor Kazincékkal levelezett, szóval szerintem... És olyan, aki így kifejezetten, mert azon gondolkoztam, jó, hát nekem egyből Karinthy Ferenc jutott eszembe, aki sportolt aktívan, meg hát nem tudom, versenyszerűen is, de szerintem úgyis vízilabdázott, nem, vagy nem is tudom pontosan, tehát ő volt sportoló, de hogy ez így a 20. században, tehát van-e olyan, mert azt tudjuk, hogy aki önpusztító volt, meg mit tudom én, drogozott, meg aki volt, meg aki itt tudom én, és meghalt 35 évesen, meg 32, meg 41 néhány, 42, de hogy aki tényleg úgy, mit tudom én, sportoló. Egy-két képet látunk, mondjuk Babicsról rémlik egy-kettő, akiről nem gondol az ember, hogy úszott meg, hogy valamilyen mozgott, azt tudom, de hogy így, de hogy nem tudom, hogy így nagy sportoló, hát, sportoló írók olvasok. Hát ez így. Úszott, nem süllyedt el. Hemingway a box. Hemingway, boxba, ő is állva igen, dolgozott. Igen. Na, tessék, hát a pánkezi csak is állva rádiózik, most így a jelentősége. Na mindegy, nem tudom, aztán, hogyha nem tudunk ilyet, akkor ugorjunk. Csak nekem ami eszembe jut, azok a végvári verselők, hát nekik ugye muszáj volt edzeni, ha nem edzenek, akkor valami alkatrészüket levágják. Tehát, úgyhogy ezt mindenképpen. Végülis az ilyen katona
költőként. Hát igen, de hogy inkább szerintem az, hogy régen ugye nem vált annyira külön, hogy most edzés meg élet, hogy ez azért egy ilyen tök abszurd dolog, hogy így nem, ez elmész egy terembe, és akkor ott emelgetsz, és aztán elmész onnan. Szóval, hogy ez, de hogy ez szerintem ez nyilván... Hát, hogy igen, ez, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen ártalomcsökkentés alapvetően, vagy azért csináljuk ezt, mármint, hogy értem, hogy sokan azért, mert hogy akkor így jobban nézel ki, de hogy ez egy inkább szerintem egy ilyen járulékos pozitív következménye, hogy így normálisan karban van tartva a tested, de hogy inkább szerintem ez a feel good, meg legyél egészséges, meg hogy így ne az legyen a sorsod, hogy amit így mindenki elfogad, hogy hát, hogy öreg vagyok, és akkor elestem, fáj, meg hogy igen, tehát hogy... Bácsi, meg néni. Igen. Add át a helyed neki. Hát meg hogy ezek ez az elesés, ez így... Igen, ez így, igen. Ez így nem kéne, hogy szükségszerű. Aha. De egyébként, ha már itt tartunk, hogy Berzsenyit említettük, hogy gazdálkodó, de közben írt, nem tudom, ez öndefiníciónak van ez a foka, vagy ez a ilyen kényszerűség, egy, aztán megint csak javíts ki, hogyha ez fölösleges kérdés, vagy nem jó kérdés, de hogy te egy író vagy, aki amúgy most személyedzősködéssel foglalkozik, vagy pedig egy író és személyedző is, vagy most már azt mondod, egy személyedző, aki még ír, vagy ez hogy? Hát szerintem azt hiszem, hogy mindig az írót raknám az első helyre. Igazából azért, mert hogy azt gondolom, hogy nem csak akkor vagy író, amikor épp írsz, hanem hogy ez inkább egy ilyen tudatállapot, vagy egy ilyen létmód. Most ez ilyen nagyon, nagyon bölcsészesen hangzott, hogy úgy fogod föl, vagy úgy detektálod a világnak a történéseit, hogy írható formában, vagy így sokszor ez amikor egy ilyen idióta helyzetben vagy, és akkor így azzal teszed élvezetessé, hogy de nem baj, mert majd ebből ismeritek. Szóval, hogy ez a kicsit mindig ez az ilyen külső szemszög, ez a kicsit mindig ez a narrálása, vagy belső narrálása dolgoknak, vagy ez az önreflexió egyébként, ami javult nálam már olyan tekintetben, hogy ez ilyen nagyon életellenes közben, vagy hogy az ember nagyon meg tudja keseríteni a saját életét, hogy nem tudsz egy helyzetet magas spontaneitásában átélni, mert hogy közben egy ilyen kis közvetítő a fejedben így kommentálja az eseményeket, egy ilyen szakkommentátor. Szóval ez egyébként javult, ami örvendetes. De ez a perfekcionizmusodból is jött, hogy azért nehéz átélni egy eseményt a maga valójában, nem ahogy volt. Hát igen, de hogy tudom, amikor átélsz egy szerelmi bánatot, de hogy így Hogy azt úgy tök jó lenne nem szétironizálni, és a naplódban rögtön ilyen cizellált formában megjeleníteni, hanem mondjuk csak így sírni, vagy így átélni, de hogy ez valahogy mindig összekeveredett. Szóval ez az ilyen, aminek van egy jó része, ez az önmagamon való röhögés, vagy ez a nevet túl komolyan magad, bár közben meg az írói szerepemet, azt meg szerintem még most is, tehát, hogy ezen is dolgozom, hogy ezt nem kéne túl komolyan venni, és ebben is segít ez az edzős dolog. Lehet, hogy erről már beszéltem is ilyen más aspektusból, hogy ez a röcögtető pátosz, amikor megkérdezi valaki, hogy és írogatsz még, és hogy erre nem kéne megsértődni, mert hogy nem sértően mondja, csak nem tudja, hogy nem kéne ilyet mondani egy írónak, és akkor így, hogy így kihúzom magam, és hát nekem ez a hivatásom, és akkor ilyen... Szóval, hogy ebből próbálok lefaragni, hogy így tekintsem úgy, hogy ez is egy munka, amit meg kell csinálni, és hogy ne tekintsem sokkal magasztosabbnak mások munkájánál. Tehát értem, hogy művészet, de hogy másrészt meg magamnak ártok, hogyha így eltávolítom magam az emberektől, hogy azért ez magasabb rendű, mint az edzői munka, hogy az csak egy ilyen kétkezi munka, tehát hogy ez nem így van. Edzegetsz még? Gyúrogatsz még? A Kosztonit is kérdezték annak idején? Hogy írogatsz még? Írogatsz még, mert hogy oké, hogy a újságíró, írogatsz még ezt azt, hogy... De neki más volt szegény, a státusza, nem? Szegény, tetsz, meg, hát azért igen, hát, igen. Szegény izétől kérdezték mindig. Akkoriban még voltak Karintító szegény kérdezték, hogy ír-e valami vicceset éppen, vagy mikor jön majd a következő ilyen vicces izé. Kicsit térjünk, ha most már emlékedted ugye a vilegényedet, hogy van nektek egy közös weboldalatok, és hogy így összevontátok így a projektjeiteket, vagy ez egy ilyen... Ez egy hát ez nagyon érdekes nekem... Hogy de jó, abszolút. De abszolút, igen, mert tök, tehát hogy mondjam, ez egy ilyen nagyon, nekem nagyon érdekes, ahogy összekombináltátok tulajdonképpen a hogy lehet azt egy weboldalon visszaadni azt a sokrétű dolgot, amikkel ti foglalkoztok, és ezt tulajdonképpen
hogy mondjam, igénybe vehető forma, tehát hogy ugye ebből nyilván egyrészt bemutatja, amit csináltok, másrészt meg, hogy lehet hozzátok fordulni. Aha. Tehát, hogy ezt nagyon érdekesen összetudtátok egy közös weboldalon foglalni. Ezzel erről egy picit dumáljunk, hogy ez hogy alakult. Most vicces, hogy te vagy a második ember az elmúlt hetekben, aki fölhozta ezt a weboldalt, amit már szerintem tavasz óta egyáltalán nem frissítettünk, mert hogy volt egy ilyen terv, hogy itt csinálunk valami közös projektet, mert hogy ő operaénekes, és akkor mellette elkezdett coachinggal foglalkozni. Ez is két lehetőt is hívjuk le. Egyébként hívjátok, mert ez is egy tök érdekes kombináció, meg hogy így összeérnek a dolgok, tehát hogy ő most éppen az edzőmmel dolgozik együtt az edzőm vállalkozásán, tehát hogy így meg egy másik grafikus barátomat is összekötöttem vele, és akkor kis dolgoztak együtt, tehát hogy... Ez már nem is csak összművészet, ez ilyen összélet. Igen, de nem csak művészetek vannak, igen, mindent. Igen. Ez ilyen mindenen átível, igen. Igen, és akkor valahogy az volt a tervünk, hogy akkor ő coacholja az embert, és akkor én meg a közösségi média szövegeit fogom szerkeszteni, és akkor így ennek apropója képpen kezdtük el ezt a weboldalt, de aztán egyrészt rájöttem, hogy így nincsen arra igény, hogy szerkesszek közösségi média szövegeket, mert ezt az emberek így fölcsűrik a közösségi médiába, és senkit nem érdekel, hogy milyen a helyes írása, meg hogy szóval, hogy így nem ezen múlik, és hogy oké, amúgy meg vannak szövegírók, és ők meg így kicsit más csinálnak, mint a szerkesztők, és hogy én szerkesztő vagyok, és nem értek ahhoz, amihez a szövegírók, és akkor most ezt vagy kitanulom, de akkor megint benne maradok ebben a csak szövegekkel foglalkozok dologban, tehát ez egy ilyen útkeresésnek a része volt ez a weboldal, ami attól függetlenül tök jó, hogy van, mert hogy egy ilyen referencia oldal végül is, tehát ott így össze vannak gyűjtve infók rólunk, ami abszolút jó, meg hogy ilyen igényes kivitelben, meg minden, de az, hogy blogbejegyzéseket írjunk oda, miután elkezdtem a közösségi médiába kirakni hasonló szövegeket, ez valahogy egy kicsit most így nem érvényét vesztette, hanem hogy egyszerűen most nem használjuk, mert hogy valószínűleg hogy az Instagramon például ugye nem tudsz berakni egy linket, és akkor így kattints a biómra, de hogy azt már nem fogják megcsinálni szerintem, mert hogy ahhoz így én is lusta vagyok sokszor, tehát hogy egy posztot nem olvasol végig, és akkor most keres rá egy blogbejegyzésre, szóval hogy az így nem működött, és másrészt meg én most inkább az Instagramot kezdtem el építeni, mert ugye azt látom, hogy így az én célcsoportom, ezek a 30-as, 40-esek, azok már inkább ott aktívak, meg az így talán ilyen videók, meg ilyen edzős dolgok, meg ilyen vizuális tartalmak számára ugye felhasználóbarátabb. De azért még a Facebook is megvan. Megvan, de hogy végül is az, hogy megosztom az Instagramon, és az átkerül a Facebookra, aha, szóval, és akkor még ott esetleg beleszerkeztek, hogyha valakit be kell tegelni, meg mit tudom én ilyenek, de hogy ezt úgy külön, meg hát ott sokkal több követőm van a Facebookon, szóval nyilván azt így érdemes csinálni. Nem volt ott egy nagy, ugye az oldalaknál mindig szokták azt figyelni közösségi oldalakon, hogyha valami nagy témaváltás van, vagy valami nagy változás, akkor sokan elpártolnak az oldalak, hogy ugye téged ugye elkezdtek írónőként követni, igen, és akkor hirtelen most bejött ez a rengeteg edzéses videó, meg anyag, ez nem okozott egy, hát vagy csökkenést, vagy megváltozását a követői tábornak, hogy látod ezt? Hát egyre inkább egyébként azt látom, hogy ami tök jó, hogy egyáltalán nem az ismerőseim követnek, aminek örülök, meg így azt is gondolom, és ez is volt ezzel az eredeti tervem is, és úgy látom, hogy szerintem ez így jól fog működni, hogy ugye elkezdenek, tehát ugye amikor beszélek új emberekkel, ilyen megkeresés után, vagy ilyesmi, és akkor így kiderül, hogy sokan mint edzőt kezdtek el követni, viszont nyilván akkor ők ugyanúgy látják az ilyen írós tartalmaimat is, főleg, hogyha majd jön a regény, és akkor több írós poszt lesz. Tehát nyilván, hogyha így valakit edzőként megkedvelt, akkor azért annak nagyobb eséllyel fogja megnézni, hogy ez egyébként ír is, meg felolvassa néha a szövegeit, jó, akkor belehallgatok, és akkor ezt látom, hogy ebben van egy ilyen átrendeződés, hogy
hogy ilyen, mit tudom, ilyen erőemelő csávók bekövetnek, de utána látom, hogy lájkolgatja a felolvasásomat, tehát hogy így... Kultúrmisszió tulajdonképpen. Igen, tehát hogy így abban, ha, meg múltkor is az edzőteremben egy ilyen olimpiai súlyemelő csaj, ott így mondta, hogy hát, hogy így meghallgattam ám múltkor az interjúdat, a 168 órásat, és én meg ilyen basszus tényleg, hogy akkor ezek az emberek ezt így követik, szóval így, hogy ez ilyen meglepő volt számomra, de hogy ez egyébként egy ilyen cél is lenne, mert előtte ez volt az egyik fő problémám, hogy hogyan lehet kilépni ebből az élet és irodalom, meg jelenkor leközöl, nem közöl le, hova publikáljak világból, és akkor így voltak is ilyen próbálkozások, ilyen populárisabb felületek felé, amiknek egyébként egy része az így nem válaszol, mit tudom én, ilyen, tehát ilyen női magazinoknál próbálkoztam, meg ez a most nem tudunk új szerzőket, tehát hogy így volt mindenféle, de hogy nagyon szeretnék kitörni ebből a körből, meg csak most így elgondolkodtam, mert már nem akarom már szídni ezt a közeget, mert végül is, mert miért is, mert kiátkoznak, szóval végül is miért ne? Mindegy, tehát egy picit így belefáradtam abba is, hogy ez a úristen még mindig nem hozott le a jelenkor, mit tegyek, milyen szöveget küldjek nekik, és akkor így, mit tudom én, egy idő után most már így eljött az idő, hogy így, tudod mit, ha nem közölnek le, akkor ne közöljenek le, akkor nem küldök nekik többet szöveget, tehát hogyha az ő ízlésvilágukba ez nem tudom, ez nem fér bele, akkor nekik nem küldök, akkor küldök másnak, tehát hogy így nem az határoz meg, hogy akkor most egy ilyen nagy presztízsű lap az befogad-e vagy se, és most már fontosabbnak érzem, hogy ilyen populárisabb irányokba, anélkül, hogy a minőségből, vagy abból, amit képviselek, így leadnék. Fordítva is volt már, tehát, hogy azt mondod, hogy a sportoló, vagy az edző meghallgatta a felolvasásod, vagy a podcast interjúdat, olyan is volt már, hogy élet is irodalom előfizető bölcsész azt mondta, aki ezért követett meg, nem tudom, hogy amúgy tök jó, mert elkezdtem csinálni azt, amit a videó, nem tudom, mozgásformát, és jobban érzem magam tőle. Abszolút, tehát, hogy voltak írók, akik így megkerestek azzal, hogy ez milyen menő, meg tök jó, és hogy van is ilyen együttműködés művészekkel, vagy képzőművésszel is van, vagy volt, most éppen betegeskedik, de hogy tehát, hogy ilyen szempontból ez tök jó. Hát nyilván most ez egy fél éves edzői pálya, úgyhogy még azért nincs annyira sok tapasztalatom, de hogy így látom, meg most is beszéltem egy másik bölcsész lányjal, aki szintén amúgy meg tök sikeres a szakmájában, de hogy ő meg elment kutyaoktatónak, szóval, hogy így azt hiszem, hogy ezek nem véletlenek, hogy erre van igény, hogy így kilépni ebből a világból. De hát ezt már mondtam. Én azt vettem ilyenkor észre, akik így sok mindennel, vagy több mindennel, vagy legalább két nagyon ellentétes dologgal foglalkoznak egyszerre, hogy ez abszolút jól tágítja, vagy úgy fogja kitágítani az ő látásmódjukat, hogy az általuk nyújtott szolgáltatás az sokkal szimpibb lesz azoknak, akik igénybe veszik. Tehát, hogy nem csak az, tehát aki hozzád megy, az nem csak azt fogja megkapni, mintha elmenne egy hasonló erőemeléssel foglalkozó edzőhöz, hanem hogy azért többletet, mert hogy egy tök más szemszögből tudsz hozzászólni ezekhez a dolgokhoz. Igen, meg egyébként most egy picit most azt is érzem, most lehet, hogy nem tudom, hogy kívülről úgy hangzott te, mint hogyha meg lennék sértve mélységesen a szakmámra, mert voltak ilyen periódusok, ez kétségtelen, de most inkább csak egy ilyen picit egy ilyen távolságot érzek, tehát hogy most azt érzem, hogy így nem gondolnám, hogy így az edzői közösségbe, bármit is jelentsen ez, tartoznék, meg az se, hogy ilyen nagyon szorosan az irodalmi közösséghez tartoznék, hogy egy kicsit mindegyikhez, meg egy kicsit egyikhez se, de talán már ez nem az a nagyon öntetszelgő outsiderkedés, amit így egyébként szeretek tolni. Csaba, semmi baj. Hát jó, csak azért ebbe így bele lehet pörögni, ez az ilyen nem tudom, hogy így azt gondolod saját magadról, hogy te vagy maga a magyar underground, és igazából meg így más nem gondolja ezt, hogy azért ez így... Tilosnál is ebből él most már. 30. Igen. 30 és fél. Megnézted most? Igen.
Azon gondolkodtam, hogy ugye most beszéltünk erről a weboldalról, amit hogy annyira már nem frissítetek, de hogy gondolkodsz, vagy gondolkodtok valami olyasmi projektben, amiben egyébként sok kortárs belevág. Tehát például a Para elkezdte ezt a Patreonos dolgokat, és akkor oda rakogat föl ilyen apró cseprő dolgokat, és akkor nyilván egy kis előfizetési díjra ez hozzá tudsz férni. Hát meg van ez a novella. Azt nem vágom. Aha. Hát egy hasonló. Igen. Aha. Tehát, hogy ilyen rendszerű dolgokban csinálsz, vagy csináltok, gondolkodtok? Hát egyébként ez nekem abszolút tetszik, ez a novella. Most annyi van, hogy azt gondoltam, hogy most amíg a regényemet nem fejezem be, addig már, meg most már nem is, nincs rajtam ez a publikálási kényszer, nem lődözöm szét a patronjaimat, hanem majd azt inkább a megjelenés előtti hónapokban, és akkor most ugye az van bennem, hogy most semmilyen más publikációval nem foglalkozom, most befejezem a könyvet, elküldöm a szerkesztőnek, és utána nekiállok a könyv illusztrációinak, mert most azok is lesznek, és közben a regénynek egy fázisában, amikor így nagyon szenvedtem vele, akkor ilyen tehermentesülés gyanánt elkezdtem novellákat írni, amiket sose szerettem, mert hogy így mindig idegesítettek a novellák, hogy elkezded, belemerülsz, és már vége, és akkor így utána így olvasod a következőt, de ez olyan hülye érzés, de akkor meg mit olvas, szóval hogy ez így sose volt a műfajom, és akkor rájöttem, hogy egyébként meg tök jó novellákat is írni, úgyhogy az is lehet, hogy ha végeztem ezzel a regénnyel, vagy megjelenik, vagy mit tudom én, amikor kedvem lesz, akkor van egy ilyen novella ciklus a fejemben, és hogy lehet, hogy viszont azokat meg ugye érdemes publikálgatni, és nem megvárni vele egy kötetet, tehát hogy lehet, hogy szóval ez a novella, vagy valamilyen felület, az így tervben van abszolút. Össze lehet ezt kötni mondjuk az edzői munkássággal? Tehát mondjuk aki befizet ebbe és a paywallon belülre kerül, az láthat mondjuk egy-egy írás mellett egy-egy oktató kicsit, videót? Kicsit mondjuk, több pénzt fizet, akkor mellé jár. Ja, hát de nem, mert ez a novella, ez egy végülis olyan, mint egy online folyóirat, ahova elküldöd a szövegedet nekik, és akkor ott valahogy úgy van a finanszírozás, hogy mit tudom én, hogy így minél többen kedvelnek egy szöveget, vagy valami ilyesmi rendszer, és akkor az alapján kapsz jutalékot, ha jól fogalmazok. Tehát nem teljesen olyan, mint egy saját Patreon oldal. Már az se lenne hülyeség egyébként, néha egy írás jön, néha egy edzés. De hogyha meg nyilván nem akarjuk itt a egész életeteket megszervezni, de mondjuk, hogy a vőlegényeddel nekiállnátok, akkor egyszer egy coach tanácsadás, egyszer egy jó, nem tudom, Ária, egy novella, és néha pedig egy edzés terv, és akkor tulajdonképpen egy egész életet. Elég, hogy ezt látok előbb, nem kell közösségi médiát követni, elég a titeket követnek, és így mindennek kapnak. Igen, 3-4 ezért. De mindig ilyen random, tehát sosem tudod, hogy most éppen egy élet volt. Az egész évre. Hívtad ezt a napot, és nem tudom, melyik jön szembe. Hát ilyet egyetlen szemben. Az biztos, hogy olyan oldalon nem kapsz. Még az jó, hogy néven gondolkozunk majd az én. Mindenképpen szeretném még, mielőtt tényleg azon kapnánk munkat, hogy már csak egy-két perc van hátra, akkor gyorsan most, hogy már azon kaptuk munkat, hogy csak egy-két perc van hátra, mindenféleképpen azért kérlek, hogy minden, amit lehet tudni erről az új regényről, azt meséljen nekünk. Egy-két percben. Hát, néhányban. Nem egy-két, hanem néhány. Már ugye beszéltünk azért róla, tehát ez készülőben van, az már talán már múlt idő is, tehát már olyan készült. Hát majdnem, hát mondom, még két epizódot kell megírni hozzá. Az a címe, hogy van ilyen. Na, ezt akarom kérdezni, például a címét elhagyjuk-e már. Itt van egy, most ez nem látszik, de itt van egy tetoválás is, ami a cím ponttal a végén. Láttam egyszer oda pillanat, hogy valami van. Igen. De akkor van ilyen, az van akarod. Igen, mert ez egy annyira univerzális mondat, hogy ezt nem hiszem, hogy aktualitását vesztené. Úgyhogy ezt így magamra mertem varratni. De mostantól milyen jó reklám is lesz igazából. Igen, hát ez is volt a cél, igen, hogy ez milyen jó, hogy itt így a bicepszeden ott van, és így feltartod a körben, szóval ez így ki van ezt találva. Na jó, tehát van ilyen. Hogy és ez egyébként lényegében egy ilyen, hát egy ilyen mentális zavarok kézikönyve típusú regény, amiben van minden tényleg, ami
ami csak, hát ilyen... De mert leírás vagy útmutató? Nem, ez tulajdonképpen, ez egy diszfunkcionális családnak a története, három fiú testvér, és akkor egy ilyen őrült, szenvedélybeteg csaj, akinek két testvérrel is van dolga, meg még az anyukájuk, és akkor valahogy ennek a családnak a története, meg így a körülöttük lévő emberek története rajzolódik ilyen mozaikosan, és amiben nyilván... Sok saját tapasztalatból ismerítettem, bár ezek nyilván ilyen keverék figurák, de így összességében, mert hát nehéz erről beszélni, meg nyilván egyébként, hogyha majd lemegy az adás, akkor utána fog eszembe jutni, hogy hogy lehetett volna egy szabatos mondatban. Igen, tehát hogy ez a néhány perc. De hogy én így, ami szerintem nekem az ilyen fő témám, az, hogy így a fogyasztói kapitalizmus az egy ilyen halál, abszurd, borzasztó világ, ami ilyen mentális betegségeket termel ki, lásd függőség, amit próbálnék úgy bemutatni, vagy úgy körbejárni, hogy ez nem az van, hogy így vannak szegény szenvedélybetegek, és áll ki a cöppi a karjából, és akkor vagyunk mi a normálisak, hanem hogy vannak ilyen szélsőséges esetek, de egyébként meg ilyen átfolyás van a... Tehát, hogy nem igazán látom, hogy lennének amúgy normális emberek, tehát, hogy így olyan szintű ilyen kényszer cselekvésekkel él egyébként mindenki, vagy próbál, mint mindig ezt szoktam mondani, hogy amikor ugye a ketrecbe zárt állatok így próbálják ilyen ringatózással mulattatni magukat, hogy így valahogy mi is így próbálunk alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez, de hogy ilyen több-kevesebb sikerrel, és akkor akiknek kevésbé sikerül, azokról szoktam azt hiszem írni. De nyugtass meg, hogy a tanulság az lesz, hogy többet kell mozogni, és akkor húzózkodni. Nem lesz tanulság, borzasztó. Tehát, hogy lesz benne egy szereplő, aki így az ilyen, nem senki sem normális, hanem aki így a legmélyebb amfetamin pszichózis után így átéri a mélypontját, és akkor ő neki így, hát így legalábbis van rá esélye, hogy jobbra forduljon a sorsa, tehát hogy így úgy tűnik, hogy neki ez sikerül, és egyébként meg így az ilyen végtelen nyomasztó ismétlődésről szól a könyv, hogy így amikor a karakterek így, igazából mindenki így visszajut ugyanoda, ahonnan elindult, most ez ilyen nagy kert csinálom egyébként, de hogy cserébe vicces, meg azt hiszem, hogy van egy olyan célom is, hogy így ne simogassuk már az olvasót, hanem egy kicsit így rángassuk ki a komfortzónájából, és szembesítsük azzal, hogy így egyébként hello, ebben a világban élsz, és hogy nem biztos, hogy kizárólag, hogy szóval, hogy így kicsit abból elegem van íróként, hogy ez a írjunk más írókról, meg maximum szociológusokról, tehát, hogy amit így el tudok képzelni így a saját kis életvilágomon belül, tehát, hogy valahogy ebből kilátva ilyen szélsőségesebb sorsokat megmutatni. Uh-huh. Mikor várhatja a közönség az elkészülést? Hát én most ezt legkésőbb márciusig le akarom adni a szerkesztőmnek, úgyhogy abban reménykedem, hogy ez mondjuk ősszel meg fog jelenni. Uh-huh. Van ilyen. Lesz ilyen. És akkor mondhatjuk, hogy van ilyen, és akkor egyébként valószínűleg be is számolunk majd róla, mert azért így utókövetni szoktuk így a vendégeinek a dolgait, amit így látunk a közösségi médiában, úgyhogy akkor beszélünk is majd róla, megmondjuk, hogy hol és mikor, milyen módon vegyétek meg. De akkor várjuk, és akkor figyeljétek ti is, hogy mikor bukkan föl a könyvek között. Még egy utolsó, nagyon, de ez már tényleg csak egy percben. Tehát, hogy valaki otthon ül, és az magára ismert, és azt mondja, hogy ja, én is, hát vagy bölcsész vagyok, vagy valaha voltam, és ja, unom én is, meg 10 éve ülök a gép mellett, minden. Mit mondasz a kettlebell, vagy mi az, amivel elkezdje, vagy csak menjen el sétálni egyet, vagy kezdjen el, nem tudom, kocogni. Húzózkodni. Nyilván hát ne kezdjen el húzózkodni, mert nem fog tudni, hogyha eddig a gép előtt ül. Ez csak lógia. Hát szerintem, hogy... például eljöhet hozzám, de hogy szerintem attól függ, hogy mit tudom, hogyha túlsúlyos, vagy sem, vagy milyen panaszai vannak, erre nehéz egy ilyen mindenkire érvényes választ adni. Biztos, mert kezdjen el mozogni, attól jó lesz. De kezdjen el mozogni, hogy kezdjen el, tehát olyasmit csinálni, amit élvez. Okay. Szerintem. És akkor utána megkeressem meg egy és edzőt. És mozgás. Tehát ezt egy igazán jelenti. Jó, hát sok mindent lehet csinálni. Ja. Mert igen, nem feltétlenül csak rosszabb lesz tőle.
No, egy kis mozgás mindenkinek kell. Akkor ez volt a tanulság ennek a másfél nem órának. Nem ez lesz a cím, amit szólnak, ezt előre bocsátom. De... Mert ilyen már volt, egy ilyen című. Mozgásra ja, fel. Hát, nem ilyen című, igen, a Plecser Ádámékkal, tudod. Jaj, tényleg. Nagyon tényleg, régen. Persze. Az okay. Állati világban még nagyon-nagyon régen volt egy ilyen. Na jó. Nagyon szépen köszönjük, és... Köszi a meghívást. Igen, kövessétek egyébként, ugye, hát most mondtuk, hogy a Facebook és az Instagram is tulajdonképpen valid. Mindenkét helyen tudjátok Szendi Nórát követni, nézni a tartalmait, és tényleg érdemes. Tehát most még ugye nem fettétek le, vagy fedjük le az egész világot, operájnek este kócsostú minden, de azért mégiscsak az irodalom és a mozgás, és szerintem egyik is nagyon távol azért a hallgatóinktól, amennyire, vagy hát amelyiket ismerjük, ugye. Sajnos, ugye mi azok, amikor mondjuk, hogy személyesen ismerjük az összes hallgatónkat, de hát mindegy, ez van, ez jutott. Na jó, ugye köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Velünk. És köszönjük szépen nektek is, hogy hallgattatok minket. Jövő héten újra jövünk igen, majd. Igen, igyekszem nem, többet nem ilyet csinálni, most miattam kellett sajnos felvételezni. Úgyhogy... De teljesen jól jött ki, úgyhogy abszolút így most így pont jól meg tudtuk oldani. Neked se kellett fölkelni hajnalban. Pont ezt beszéltük, hogy ez így jól is jött ki. Születésnaposunk is van, arról se feledkezünk meg. Német Veronikának Keszthelyre nagy szeretettel küldök egy nagy ölelést és nagy puszikat. Sok boldogságot kívánok neki szülinapja alkalmából. Legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszer ünnep a világon. Jó hétvégét!